Májgyulladás, hastifusz, malária és sárgaláz, ezek a leggyakoribb betegségek, amellyel a nyaralók találkozhatnak, és amelyekkel szemben érdemes lehet még időben oltással védekezni. Az idei turisztikai szezonban kevesebben akarnak Törökországba, Egyiptomba és Tunéziába menni, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek leginkább a korábbi terrorcselekményekhez és a közbiztonsághoz köthető okai vannak. A nyaralók inkább az ilyen szempontból biztonságosabbnak tűnő Görög-szigeteket, Spanyolországot vagy Horvátországot választják. Indulás előtt érdemes tájékozódni és a szakemberek ajánlásai alapján védőoltással is felkészülni az utazásra. A legkedveltebb nyaralási célpontok, mint Olaszország, Horvátország, Görögország, vagy éppen Bulgária is közepesen, illetve erősen fertőzöttek lehetnek hepatitis A és B vírussal, és helyenként előfordul a hastífusz is. A legnépszerűbb egzotikus célpontok a Karib-térség, Dél-Amerika, Afrika, Indonézia és Ázsia délkeleti része, ahol ezeken a betegségeken túl még a maláriával és a sárgalázzal is találkozhatnak az utazók. Szakértők szerint a hepatitis A ellen mindenképp ajánlatos beoltatnunk magunkat, ha a fenti országok valamelyikébe utazunk, hiszen ez a vírus a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. Ezért a fertőződéshez elég, ha szennyezett csapvízből készült italokat, koktélokat, jégkockát vagy szennyezett vízzel mosott zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Köszöntöm a stúdióban dr. Balog Irént, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal járványügyi osztályának osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire jellemző az utóbbi években, hogy megjelennek ilyen egzotikus betegségek, amik korábban azért nem nagyon fordultak elő Magyarországon, vagy akár nálunk a megyében? Gyakorlatilag jellemzőnek nem mondhatnám, de előfordul. Tehát ha azt mondom, hogy szokatlan jelenség volt az elmúlt években, vagy az elmúlt 3 évben, tehát minden évben volt egy-egy behurcolt malária esetünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de azt is el kell mondani például, hogy ezek az utazók nem jelentek meg a nemzetközi oltóponton, nem kérték a szakmai segítséget, vagy azt a tájékoztatást, amivel elkerülhették volna, vagy gyakorlatilag a megbetegedésnek egy olyan súlyosabb fázisát meg tudták volna előzni, ami kialakult náluk. Arról viszont elég gyakran hallunk, hogy ott kint az utazás során elég súlyos fertőzéseken esnek át nyaralók. Ezeket is meg lehetne előzni, hogyha itthon egy védőoltást megkapnának? Hát számos olyan betegség van, ugye, ami védőoltással megelőzhető, meg van egy másik nagy halmaz, amelyik ellen nincs specifikus védelem, tehát nincs védőoltás, és gyakorlatilag itt az a specifikus megoldások és azok a módszerek, amelyeket a nemzetközi oltóponton tanácsadás címszó alatt szeretnénk elmondani, amennyiben van erre igény. Miért célszerű egy ilyen tanácsadást felkeresni? Hát több ok miatt. Nem elegendő az a tájékozódás, amit tapasztalunk a lakosság részéről, hogy megnézzük az interneten, hogy akkor milyen védőoltások kellenek Kenyába, és akkor én ebből ezt meg ezt kérem, nincs kötelező védőoltás, tehát csak az ajánlottat szeretném, és abból is csak ezt meg ezt. Tehát nem ez a szakmailag elfogadható, és nem ez a legbiztonságosabb módja. Tehát azért mindenféleképpen szükséges tudni azt, hogy milyen egyénről szól a történet, mi az anamnézis, a betegség anamnézise, milyen utazási céllal fog utazni, tehát mit fog csinálni, hogyan utazik, egyéni utazás, csoportos utazás, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az utazás során. Tehát itt számos olyan kockázati tényező előjöhet a beszélgetések során, amelyekre külön felhívjuk a figyelmet, hogy akkor ebben az esetben is más lesz az ajánlás, és ha simán egy luxusutat akar valaki igénybe venni, és azon akar részt venni, és akkor is mások az ajánlások. Ezek szerint nem elég, ha a házi orvost felkeressük egy ilyen kérdéssel. Igen, ez a másik, hogy a nemzetközi oltóponton gyakorlatilag mindig az aktuális járványügyi helyzetet igyekszünk követni, tehát a nemzetközi internetes szakmai oldalakon figyeljük a
az eseményeket. Tehát a felvezetőben elhangzott a Karib-szigetek és hát egyéb egzotikus helyek, tehát ha azt mondom, hogy ezeken a területeken a chikungunya láz, a zika vírus fertőzés, ami ellen nincsen védőoltás. Ugyanakkor számos lehetőség van, hogy ezeket a betegségeket hogyan lehet megelőzni, illetve hát adott esetben még el is kell, hogy halasszuk ezeket az utazásokat, mert akkor teszünk önmagunknak jót. Ilyen nemzetközi oltópontok minden megyeszékhelyen vannak? Igen, ma már általában minden megye székhelyen, sőt, hát a fővárosban több magán EU szolgáltató, egészségügyi szolgáltatónak is van engedélye. Mennyire írja át a védőoltások iránti igényt, mondjuk a migráció, ami most azért elég jelentős? Tehát kell-e arra számítani, hogy ez az óriási migráns hullám ilyen vetületet is hoz majd? Magyarországon semmiféleképpen nem mondanám, hogy megváltoztatta a járványügyi helyzetet, tehát nem tapasztaltunk olyan bejelentéseket, amelyek azt jelenti, hogy befolyással volt a hazai járványügyi helyzetre. És hát külföldről sem igazán hallottunk ilyen jellegű híreket, és az adatokban sem tapasztaltuk. Tehát azt mondom, még a migráns válság megelőzése, vagy előtt, tehát a migráns válság előtt a kanyaró járvány nem volt összefüggésbe hozható ugye a bevándorlókkal, vagy menekült hullámmal, és mégis kialakult pont annak kapcsán, mert hogy nem volt megfelelő az adott országban az átoltottság. Na most, amennyiben nem megfelelő a gyermekek átoltottsága, akkor gyakorlatilag helyi járvány is kialakulhat, ha behurcolódik egy ilyen járvány, és nem elég éver a járványügyi felügyelet. Tehát lehet ennek veszélye természetesen hazai oldalon is, és lehet a külföldi utazások kapcsán is ott, ahol nagyobb áttömeg áll rendelkezésre. Adott esetben például Görögország, ott említenénk. Nem utazáshoz kapcsolódik, de a nyári szezonhoz igen. Érdemes-e még kullancs ellen védőoltást kérni? Hát a szezon elején vagyunk, tehát ilyenkor már nem nagyon szeretjük. Mindig jóval előtte szükséges a kullancs elleni specifikus védőoltás, tehát ilyenkor már inkább az a specifikus oltások, megoldások azok, amelyek szóba jönnek, de hát természetesen a kullancséberség és az időjárás és a hőmérsékletnek a függvénye. Jellemzően manapság, mostanában van-e valamilyen járvány gyanú, vagy valami gyakoribb fertőző betegség, a bárányhimlőre gondolok például? Hát ebben az évben valóban, és hát már a 2015-ös év is azt mutatta, hogy emelkedett a bárányhimlőben megbetegedettek száma, megbetegedési gyakoriság, incidencia, ilyen mutatókat lehet számogatni, ugye ezekkel mutatjuk ki, hogy valóban járvány van-e vagy nincs, és hát azt lehet elmondani, hogy 2016 év első negyedéve is még folytatódik ez a tendencia, és hát gyakorlatilag a 15-ös évvel, ha összevetítjük az 1-4 hónapnak a jelentett eseteit, akkor azt kell mondanunk, hogy kétszer annyi esetet jelentettek 2016-ban, mint 2015-ben. Tehát mindenféleképpen egy hát gyakoribb megbetegedésről beszélünk, és mondjuk, hogy ha szigorúan vesszük, akkor mondhatnánk azt is, hogy ez már járványszerű az előfordulási gyakoriság, de ez nem újdonság gyakorlatilag a varicellánál. Beszélünk szezonalitásról, tehát a szezon vége felé járunk. Jelenleg ugye a tavaszi időszak vége van már, és hát tavaszi-őszi szezonalitás, ez az évi szezonalitás jellemző, ami a
megbetegedéseknek számának az emelkedését jelenti, és van egy ciklicitás, ami pedig azt jelenti, hogy 3-5 évente gyakorlatilag van egy magasabb megbetegedés arány éves szinten, vagy megbetegedések száma több lesz 3-5 évente, mert hogy a fogékony populáció akkora kerül elő. Ezek szerint érdemes lenne, ugye a varicella ellenoltás nem kötelező, de ajánlott, érdemes lenne minél több embernek ezt bevállalni, vagy több gyerek esetében? Hát igen, tehát Magyarországon is hozzáférhető a varicella elleni oltóanyag, és hát különösen azoknak a szülőknek és azoknak a gyerekeknek szülőknek a figyelmét kellene felhívni, akiknek gyermekei immunkárosodottak, akik hát sérült úgymond csoportba tartoznak és fogékonyabbak, esendőbbek a betegséggel szemben. Dr. Balogh Irént köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Nagyon szívesen.